Rendkívüli szárazság pusztít Olaszországban. Ha folytatódik a 40 fokos hőség, több tartományt is katasztrófa sújtott a területté nyilvánítanak. A legnagyobb gondot a kiszáradó folyók és tavak jelentik. Észak-Itáliában 70 éve nem tapasztaltak ilyen alacsony vízállásokat, ami a gabonatermést is veszélybe sodorja. A gazdák azt mondják, ha nem esik az eső a következő 10 napban, a maradék termés is odaveszhet. Akár egy western film nyitóképsorai is lehetnének a Po folyó kiszáradt medrében készült felvételek. Olaszország legnagyobb folyója az ország legfontosabb mezőgazdasági területeit látja el vízzel, most viszont sok helyen már teljesen kiszáradt, és családok fociznak a száraz folyómederben. A múlt héten karókat szúrtunk le a folyóparton. Ma 26 lépéssel beljebb helyeztük el a következőket. Ennyit húzódott vissza a folyó egy hét alatt, mondta egy helyi lakos. Június eleje óta ez már a negyedik hőhullám az országban. Szombattól a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelték el az ország 22 nagyvárosában. A szokatlanul hosszúra nyúló aszály miatt pedig hétfőtől 7 tartományt nyilváníthatnak katasztrófa sújtotta övezetnek az olasz hatóságok. A legnagyobb veszélyt a folyók és a tavak kiszáradása jelenti. A felforrósodó vizekben tömegesen pusztulnak el a halak. Az ország északi tartományaiban már 120 napja alig esett eső. A mérések történetének 70 éve alatt még soha nem tapasztaltak ilyen alacsony vízhozamot a folyókban. Szakértők szerint a termés több mint harmada veszélyben van. Ha a következő 10-15 napon belül nem esik eső, akkor a gabona maradéka is odavész. Már most óriásiak a veszteségeink, de minél tovább tart az aszály, annál rosszabb lesz. Ráadásul ott a veszély, hogy sós víz kerülhet a talajvízbe, az ilyen területeken semmi nem terem meg, mondta egy a Po folyó megmentéséért küzdő szervezet vezetője. A hetek óta kritikusan alacsony vízállás miatt egyre több sós tengervíz kerül a Po medrébe az Adriai tengerből. A torkolattól mintegy 30 kilométerre is olyan magas a víz só koncentrációja, amitől az alkalmatlan az öntözésre. A csapadék hiánya miatt annyira lecsökkent a Po vízhozama, hogy már nem tudja visszatartani a tengervíz beáramlását. Emiatt sós víz kerül az öntöző csatornáinkba, amivel nem lehet öntözni, mondta egy helyi gazdálkodó. Ferenc pápa szerdai beszédében az egyre kritikusabb mértékű aszály kihívásaira figyelmeztetett. Aggasztó a szárazság, súlyos károkat okoz gazdáknak és a környezetnek is. Bízom benne, hogy képesek leszünk megbirkózni ezekkel a problémákkal, és a jövőben meg tudjuk akadályozni a hasonló vészhelyzeteket. A bolygónkról való gondoskodás nem divat, hanem felelősség, mindannyiunké, amiről nem feledkezhetünk meg. Rajtunk múlik, hogy milyen jövő vár a földre, mondta a Szentatya. Az előrejelzések szerint hétfőn tetőzhet a hőség. A következő napokban Umbria, Lazio és Abruzzo tartományokban 42 fokot várnak. Kettől viszont egy front hatására megérkezhet az enyhülés és a várva várt eső.